A szatmárnémeti Zima Karolina és férje János 40 éve élnek együtt. Mindketten nyugdíjasok, ezért próbálnak amennyire csak lehet vigyázni magukra. Annál is inkább, mert ők látják el Karolina 91 éves édesanyját is, aki demenciában szenvedő beteg. Gyerekeik több száz kilométerre élnek, ezért magukat látják el, de igyekeznek a lehető legkevesebb alkalommal elhagyni otthonukat, hogy ne legyenek kitéve a koronavírus okozta veszélynek. A gyermekeink telefonálnak és érdeklődnek velőlünk, de próbáljuk betartani, sőt, be is tartjuk, nem is, igen, de nem is mi betartjuk tehát a törvényt, nem járunk ki, vigyázzunk magunkra. A család folyamatosan tájékozódik a vírushelyzetről és az aktuális korlátozásokról. Viszont ahogyan sok más idős személynek, nekik is fejtörést okoz például a felelősségvállalási nyilatkozat beszerzése. Romániában ugyanis a járvány okozta szükségállapotban csak is ezzel a dokumentummal hagyhatják el otthonaikat az emberek. Többek között a formanyomtatványok eljuttatásában is próbálnak segíteni a Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyi munkatársai és önkéntesei, akik több mint 500 szatmárnémeti nyugdíjast hívtak fel telefonon, hogy megkérdezzék, mire van szükségük, és elmondják, hol kérhetnek segítséget például a bevásárlásban. A szatmárnémeti önkormányzat ugyanis elindított egy zöld vonalat, amelyet olyan 65 év fölötti idős személyek hívhatnak, akiknek nincs közeli hozzátartozójuk a városban. Itt lehet segítséget kérni a bevásárláshoz, ez alapélelmiszerre vonatkozik, valamint a gyógyszerek kiváltása a patikából, tehát egy recept alapján ebben tudunk segíteni. Viszont fontos azt hozzáfűznöm, hogy bármilyen más kérdésük van az időseknek, nyugodtan lehet minket hívni, mert én és a kollégáim szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre. Mint az elmúlt hetekben is, sokszor volt olyan hívásunk, amikor csak egy kedves szóra volt szükség, hogy megnyugodjanak. A szociális igazgatóságnak ez az irodája egyfajta szeretett szolgálattá alakult. A munkatársak minden nap 10 órán át fogadják az idősek telefonhívásait és feljegyzik kéréseiket. A segélyvonalas akciót örömmel karolták fel az önkormányzattal partnerségben álló segítő szervezetek is, mint például a Caritas, a Hans Linner Egyesület vagy a Máltai Szeretett Szolgálat. Ezek önkéntesei minden nap védőruházatba öltöznek, felveszik a zöld vonalra beérkezett kéréseket, és egyenként keresik fel a segítségre szoruló időseket. Ez a 71 éves nő is halmozottan veszélyeztetett betegségei miatt, és mivel nincsenek hozzátartozói, nagy segítség számára, hogy nem kell kimennie a házból. Gyenes Kincső és testvére, Bíborka, gyerekkoruk óta a Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei. Belenőttek a segítségnyújtásba, így aztán az sem zavarja őket, hogy Kincső születésnapját nem otthon, a családban töltik, hanem az idősek meglátogatásával. Mondhatni, az életformám a segítségnyújtás. A hétköznapokon nagyon sok rászorulón, időszemélyen és hajléktalanon segítünk, de ezekben a napokban sokkal fontosabb és még fontosabb az, hogy olyan személyekkel foglalkozunk és törődjünk, akikkel igazából senki sem foglalkozik. Ezért is tartom nagyon fontosnak és hasznosnak ezt a kezdeményezést, mert olyan időszemélyeken tudunk segíteni, olyan időszemélyeknek tudunk támogatást nyújtani, akiknek tulajdonképpen nincsen támogatórendszerük és nincsen senkiük. Eközben pedig egyre csak gyűlnek a helyi vállalatok élelmiszer felajánlásai is. Van, aki ásványvizet, mások tartós élelmiszereket adományoznak, amelyekből a szociális igazgatóság csomagokat állít össze azoknak az időseknek, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, és még a legszükségesebbekre sem futja. Az idős személyek és a rászorulók nagyon nagy örömmel fogadják ezt a segítő kezet. Sokan ugye nem hiszik el, és elsírják magukat, nagyon örülnek neki, hiszen azt gondolom, hogy talán ez a jelenlegi vírusjárvány döbbentette rá a társadalmat arra, hogy minden eddiginél nagyobb szükségünk van a szolidaritásra. Ezt egyre többen felismerik szatmárnémetiben is, és próbálnak segíteni nem csak a környezetükben lévőkön, hanem ismeretleneken is, hogy közös erővel átvészeljék ezt az egész világot sújtó és próbára tevő időszakot.